Danilovic figyel. 16. perc végén Bódi Ádám végezhet el szabadrugást. Az előző fordulóban is kitűnően játszott. Ez a beívelés is jó! Üres a kapu, lesz-e gól? Van gól bizony! Óriási hiba a Diósgyőr részéről, a Debrecen pedig gyakorlatilag 2,5 perc alatt megfordítja a mérkőzést. Kinyik a találat szerzője, Bódivel remekül, jön ki a kapujából Danilovic, de kinyik őt megzavarja, és aztán valahogyan odapattan elé a labda, és félfordulatból köszöni szépen, fölrúgja a jobb felsőbe. Megfordítja a meccset a Loki.